Az április 29-ei házi bajnokság keretében vasárnap reggel 8 órakor összesen 31 pecás állt a horgászbotok mellé azért, hogy eldöntsék, kié lesz 2012-ben az Egyesület Vándorkupája. A szabályok szerint a sorsolás után egy horoggal és úszóval rendelkező felszereléssel lehetett részt venni a próbán, a kifogott zsákmányt pedig a mérlegelés után vissza kellett engedni a homokostó vizébe. Az idei szerencsi horgászversenyen induló 24 felnőtt versenyző közül végül Molnár Tibor 11,68 kg-os összteljesítménnyel végzett az élen, Tamás Imre több mint 10 kg-os fogással második lett, míg a harmadik helyezést Kuti Ádám közel 10 kg-os összteljesítménnyel érte el. A legeredményesebb versenyzők tárgyutalomban részesültek, majd a szervezet elnöke a helyszínen készített babgulyással látta vendégül a 2012-es szerencsi horgászverseny résztvevőit.